Óránként 10 000 liter nyers tej pasztörizálása zajlik ezekben a tartályokban, a Kőrös tejcsoport Kőrös tetétleni gyárában. Az üzem teljes gőzzel termel. Így volt ez 2020-ban is, a sok iparágat megviselő járvány miatti korlátozások és visszaesés idején is. Az exportálás folyamán nagyon sok új dolgot csináltunk Magyarországon, új sajtot, új félét csináltunk, szabatossági idő meghosszabbítással, tartósítószereknek a megvonásával, UHT, tehát 140 fokon való sterilizással el tudtuk érni hosszabb szabatossági idejű sajtokat gyártani és szállítani, és azért az exportunk az idén minimum 7 milliárd forinttal emelkedett. A cégcsoport termékei 1 milliárd ember számára elérhetőek a világ 55 országában. Mivel nagyon sok helyre exportálunk, vannak helyek, ahol érintettek lesznek, gazdaságilag problémák vannak, kevesebbet tudunk exportálni, de tudjuk pótolni az egyéb helyeken. A termékek 80%-a kivitel, ennek mennyisége 2020-ban 8000 tonnával nőtt. Sok egyéb tényező mellett ennek is köszönhető az, hogy nem kényszerültek leállásra. A Kőrös tetétleni sajtüzemben is állandó 130 fős a létszám. A 4 üzemben termelő cégcsoport korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, automatizációra tavaly év végén csaknem 5 milliárd forintot nyert a kormány nagyvállalati beruházás támogatási programjában. Ennek során 75 új munkahely is létrejön. Lévén tetétlen Pest megyében van, ebből a támogatásból nem részesülhet, de a cégcsoport saját forrásból folytatja a már megkezdett technológiai, műszaki fejlesztéseket a Szolnoktól 10 kilométerre lévő település egyik legnagyobb foglalkoztatójánál.